Németek tízezrei tüntettek az energiaárak és a szankciók miatt. Több ország a magyar rezsicsökkentéshez hasonló intézkedést tervez. 162 000-re nőtt az elfogott határsértők száma, a héten már esküt tesznek az első határvadászok. Dél-Koreában pusztít tovább a Japánt letaroló tájfun. Két ember eltűnt, egy nő meghalt, tízezrek maradtak áram nélkül. Már 65 halálos áldozata van a kínai földrengésnek, százakat temettek maguk alá az összedőlt épületek. Ez a Híradó délben az M1-en és a Dunán. Jakab Szintia vagyok, jó napot kívánok! Forró őszre számítanak Németországban az energiaválság miatt, egyre többen elégedetlenek a kormány döntéseivel, hétfőn Lipcsében és Berlinben is voltak tüntetések. Azt követelték, hogy a kormány enyhítsen az elszabadult élelmiszer, valamint energiaárak okozta a megélhetési nehézségeken. A legfrissebb felmérések szerint Németországban egy év alatt majdnem 80%-kal nőttek a rezsiköltségek. 3000 tüntető gyűlt össze Lipcsében hétfőn, hogy a megélhetési költségek drasztikus megemelkedése és az elszállt energiaárak miatt tüntessen. A demonstrációval immár hivatalosan is elkezdődött Németországban az úgynevezett forró ősz. A politikai paletta szinte minden résztvevője ugyanis már korábban jelezte, tüntetni fognak a rezsiköltségek és az infláció emelkedése miatt. A tüntetés több párt szervezte, de a demonstráció megjelentek azok az emberek is, akik nem kapcsolódnak egyetlen párthoz sem. Egyszerűen úgy vélik, a baloldali vezetésű kormány nem védi megfelelően a fogyasztókat a jelentősen megemelkedett energiaárakkal szemben. Azért vagyok itt, mert tiltakozom a magas infláció miatt. Szerintem be kell szedni az extra profitból származó adót, és ezzel enyhíteni kellene az egyszerű emberek életét. Így például ársapkát kellene bevezetni az üzemanyagra, és csökkenteni kellene az adókat, mondta egy demonstráló. Hétfőn Berlinben is utcára vonultak az emberek, mint mondták, a német kormány elhibázott energiapolitikája miatt. Németországban és az Európai Unióban is egyre kevesebb a gáz, ezért üzembe kellene állítani az északi áramlat 2 földgázvezetéket, és tárgyalásokat kezdeni Oroszországgal, hogy a helyzet megoldódjon, fogalmazott egy demonstráló. A tüntetésen hibának nevezték az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciókat. Úgy vélték, az energiaárak miatt sokan nagyon nehéz tél elé néznek. Egy őrült gazdasági háborút viselünk Oroszország ellen, de ezzel nem állítottuk meg az Ukrajna és Oroszország között dúló harcokat, nem okoztunk kárt Oroszországnak, itt csak több millió német élete vált kilátástalanná, mondta a Bundestag képviselője. Németországban a legfrissebb elemzések szerint egy év alatt 78%-kal emelkedett a rezsiszámla, az embereknek pedig már az étkezés és a fűtés között kell választaniuk. A német közüzemi hálózati felügyelet szerint igyekeznek minél jobban felkészülni az orosz gázszállítás teljes megszűnésére, ami szombaton be is következett, ugyanakkor továbbra is arra kérik a lakosságot és a vállalatokat, hogy csökkentsék a fogyasztást. A magyarországihoz hasonló rezsicsökkentési intézkedéseket tervez több nyugat-európai kormány is, köztük az osztrák és a német. Ausztriában már holnap szavazhatnak az úgynevezett villanyáramfék javaslatról. A lényege ugyanaz, mint itthon, az osztrák háztartások egy bizonyos fogyasztási mértékig piaci ár alatt kapnák az áramot. Németországban pedig előkerült az energiaipari vállalatokra kivetendő extra profitadó is. Ausztriában is kapós lett a magyar modell. Az osztrák kormány úgy döntött, hogy a magyarországi rezsicsökkentéshez hasonlóan úgynevezett villanyáramféket vezet be, hogy csökkentse az egekbe szökő energiaköltségeket. A tervezetet vasárnap jelentették be. Arról szerdán dönt a kormánytagokat tömörítő miniszteri tanács. Egy háztartás évente akár 500 eurót, 200 ezer forintot is megtakaríthat a villanyáramfékkel, írta a Der Standard. A kormány terve szerint minden háztartásnak csökkentett árat, 10 centet kell fizetnie az áramért, egy átlagos osztrák háromfős háztartás éves fogyasztásának 80%-áig. Ez jelenleg 2900 kWh. Minden ezen felüli fogyasztást piaci áron számolna el a szolgáltató, olvasható a lapban. Az osztrák kormánynak mindez több mint 1000 milliárd forintnak megfelelő euróba kerül majd.
Bécs eközben azon is dolgozik, hogy ne csak a lakosságnak, hanem a vállalatoknak is biztosítson támogatást. A német kormány is csillagászati nagyságú összeggel igyekszik enyhíteni az országot sújtó energiaválságot. A kabinet a hétvégén egy 65 milliárd eurós, azaz több mint 26 ezer milliárd forintos csomagot állított össze. Unser Land steht vor einer schweren Zeit. Hazánk nehéz időszak előtt áll, mondta Olaf Scholz német kancellár az intézkedések bejelentésekor. A szövetségi kormánya a szociális juttatások megemelése, valamint az egyszeri támogatások mellett bevezet egy úgynevezett áramféket is. Ennek értelmében a magyar rezsicsökkentéshez hasonlóan a háztartások és a kis, illetve közepes méretű vállalkozások egy meghatározott mennyiségig az úgynevezett alapfogyasztásig kedvezményes áron kapják a villamos energiát. A forrást ehhez pedig szintén a magyar extra profit különadóhoz hasonlóan úgy biztosítják, hogy elvonják a piaci szereplők váratlanul magas nyereségének egy részét. A kancellár a jelenlegi adatok alapján arra számít, hogy Németország átvészeli az előtte álló telet. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy megszületett a döntés a bezárni tervezett atomerőművek működésben tartásáról. Az Európai Bizottság pedig ársapkát vet neki az orosz gázra. A javaslatról a héten tárgyalnak az unió energiaügyi miniszterei. Moszkva erre bejelentette, hogy nem szállít gázt és olajat azokba az országokba, amelyek támogatják az Európai Bizottság javaslatát. Brüsszel a magasabb energiaárakkal azt akarja elérni, hogy az európaiak kevesebbet fogyasszanak, ezzel elérve a kitűzött klímacélokat, mondta Kiszeli Zoltán a Kossuth Rádióban. A Századvég Alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója úgy véli, ha tartósan magasan tartják az energiaárakat a szankciókkal, akkor az segítheti, hogy nyugaton elinduljon az a technológiaváltás, amelynek eddig az olcsó orosz gáz volt az akadálya. Az orosz energiát kizárják Nyugat-Európából, akkor már az olyan alternatív technológiák, mint a zöld hidrogén már kifizetődőek. Amíg van olcsó orosz energia, addig nem érdemes a zöld hidrogén meghajtással foglalkozni, és hát ha viszont kizárjuk az orosz olcsó vezetékes energiát, akkor már rögtön megtérülnek azok az új beruházások, amiket a hidrogén meghajtású vonatokba, buszokba vagy autókba tettek, és extra profitot vagy több profitot tudnak elérni mondjuk egy hidrogén meghajtású technológiával, mint a dízel technológiából. Kiszeli Zoltán kiemelte, ezek alapján elmondható, hogy a Brüsszelt befolyásoló gazdasági körök nem akarnak visszatérni a háború előtti helyzethez, amikor megfizethetőbb volt az energia, hanem tartósan magas energiaárakkal számolnak. Már ma kormányt alakíthat az Egyesült Királyság harmadik női miniszterelnöke. Liz Truss-t tegnap választották meg a konzervatív párt új elnökének, és mivel a párt kormányon van, az új vezető egyben a miniszterelnöki tisztséget is betölti. Az eddigi külügyminiszter a sorozatos belpolitikai botrányai miatt távozó Boris Johnsont váltja a kormány fői poszton. Nehéz időszakban lép hivatalba, a Szigetország ugyanis súlyos energiaválsággal és gyorsan növekvő inflációval küzd. Levélben gratulált az új brit kormányfőnek Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Magyarország és az Egyesült Királyság kapcsolata hagyományosan szilárd alapokon áll, és kölcsönös tisztelet, közös érdekek és célok jellemzik. Orbán Viktor kiemelte, a jelenlegi kihívások miatt minden eddiginél fontosabbak a nemzetközi partnerségek, ezért a magyar kormány elkötelezett az Egyesült Királysággal történő együttműködés további erősítése mellett. Az olasz felnőttek egyharmada, a gyermekeknek pedig csaknem fele depressziós lett a koronavírus járvány következtében. Ez derül ki egy a közelmúltban készült felmérésből. Olaszországban a közelgő választások miatt a járványkezelést értékelik a politikusok. Az országban jelent meg először a vírus, és ott követelte a legtöbb áldozatot. Rómából Sárközi Júliát kapcsoltuk. Most a választási kampányban Matteo Salvini, a Liga vezetője emlékeztetett arra, hogy az utóbbi 2,5 évben 6-szor korrigálták, módosították a költségvetést, és az eddigi kiadások elérték a 165 milliárd eurót. Nem csoda, hogy az egyébként is magas olasz államadósság emelkedett. Salvini háborús károkhoz hasonlította, a pandémia okozta gazdasági válságot.
41 ezer darab Pfizer vakcinát adományozott a magyar kormány Kárpátaljának. A vakcinákat Ungváról osztják szét az egészségügyi intézményeknek, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, Kárpátalja most egy hármas nyomás alatt áll. Az Ukrajnában zajló háború miatt belső menekültek tízezreit kell ellátni. Másrészt sok kárpátalja is részt vesz a háborúban, az ő ápolásuk is fontos feladat, és a világjárvány következményeivel is szembe kell nézniük. Hangsúlyozta, Magyarország a békében érdekelt. Magyarország továbbra is a békében érdekelt. Szomszédos országként nyilvánvalóan minket a háború következményei, mind gazdasági, mind energiaellátási, mind biztonsági, mind humanitárius szempontból sokkal súlyosabban érintenek, mint a kontinens többi részét, de reméljük, hogy Európa egésze egy idő után csak be fogja látni, hogy a háborút eszkaláló, a háború elhúzódásával járó intézkedések helyett végre a békére kellene koncentrálni. Mi így teszünk, és most ma újabb segítséget nyújtunk Kárpátaljának. Magyarország jól teljesít nemzetközi összevetésben a klímavédelem területén, jelentette ki a technológiai és ipari miniszter a portfólió fenntarthatósági konferenciáján. Palkovics László rámutatott, egy friss globális kutatás több mint 100 mutató alapján 32 országot vizsgált. Ebben az összesítésben a 13. helyen áll Magyarország a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére tett intézkedések tekintetében. Magyarország 34%-kal csökkentette a szén-dioxid kibocsátását 1990 óta. Országot vizsgáltak ebből a 32 országból, Magyarország előkelő 13. helyen szerepel. Ez azt jelenti, hogy 12 ország van előttünk, ezek olyan országok, ahol ez az egész kérdéskör, ez nem 30 évvel ezelőtt kezdődött, hanem jóval korábban. Tehát tulajdonképpen ez egy pozitív visszajelzés arról, hogy a stratégiáink, illetve jogszabályi hátterünk ez alkalmas arra, hogy valóban a 2050-es célokat el tudjuk érni. Elindult a kis cégek fejlődését segítő Széchenyi Mikrohitel Max. Ez a pénzügyi termék 1%-os fix kamattal igényelhető. A hitelösszeg legfeljebb 50 millió forint lehet, a futamidő pedig nem lehet több, mint 120 hónap. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az M1-en azt mondta, az elsődleges cél a vállalkozások finanszírozási terheinek a csökkentése. 5 olyan programot indítunk a Széchenyi kártyán belül, Széchenyi kártya Max fedőnév alatt, aminek az a lényege, hogy azokon a pontokon avatkozzunk be, ahol a gazdaságnak segítségre van szüksége, szokásos módon a likviditás, nagyon fontos a beruházási szintnek a fenntartása, tehát hogy továbbra is legyenek beruházások, hogy a jövő GDP növekedésének az alapjait megteremtsük. Nagyon fontos a pénzügyi leasing konstrukció, de akár vállalatvásárlásra is lehet fordítani ezt a pénzt, allokációra, illetve ami sajnos sláger téma, az az energetikai ellátás, energetikai korszerűsítés, és akár még a számlák kifizetése is belefér. Minden eddiginél több pályázati forrás, összesen 11 milliárd forint áll a civil szervezetek rendelkezésére, mondta a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Tatabányán. Szalai Bobrovnicki Vince hozzátette, október 3-áig pályázhatnak az egyesületek és az alapítványok. Az, hogy milyen területen végzik ezt a munkát, az gyakorlatilag mindegy. A lényeg az, hogy a közösségi tevékenység érvényesüljön, közösségek jöjjenek létre, illetve megjött közösségek maradjanak meg és erősödjenek, és ugye értékeket tudjanak közvetíteni a magyar társadalom, mondjuk azt, hogy mély rétegeibe a civil szervezetek. A szeptember sok kihívás elé állítja a családokat, nem csak az iskola kezdés és a közösségbe való beilleszkedés okozhat fejtörést, hanem a gyermekekre leselkedő online veszélyek is. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság több tanáccsal is segíti a szülőket, valamint a gyermekeket, hogy az online térben is biztonságban érezzék magukat. Az egyik legnagyobb veszély, ha a gyermekek korlátlanul hozzáférnek az internethez.
Bizonyos gyermekkori, tehát egy 5-7-8 éves kor, az, ami egy nagyon fiatal gyermekekről van még szó, ott bizony a fizikai korlátozások is, tehát igenis nagyon komoly gyermektartalom korlátozások van, a családi tartalom korlátozások, érdemes használni, mindegyik mobil, illetve számítógépes rendszerekben is meg lehet ezeket oldani. Az idei tanévben is kérhetik a szülők a humán papillomavírus, azaz a HPV elleni ingyenes védőoltást a 7. lányoknak és fiúknak, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az oltás beadásához szükséges szülői beleegyező nyilatkozatot szeptember 12-éig kell leadni az iskolában. A védőoltást a korábbi tanévekhez hasonlóan idén is iskolai kampányoltás keretében adják be. Az első dózist októberben, a másodikat pedig áprilisban. Drágult a parkolás tegnaptól a fővárosban, és új fizetős övezeteket is létrehoztak. Egyes kerületekben óránként 600 forintba kerül a várakozás. Az autósok felháborodtak, de a szakmai szervezetek is tiltakoznak. A Magyar Autóklub szerint az intézkedés alkotmányellenes, mert nem készültek hatástanulmányok. Sokajuk. Sok. Abszurd. Ez vergődés. És nem szórakozásból. Jövök. Átgondolatlan, felháborító. Így jellemezték az autósok a főváros új parkolási díjszabását. Sokkolta őket, hogy mostantól mennyit kell fizetniük. Nagyon sokallom, úgyhogy én próbálom elkerülni, ahol tudom a parkolást. Drasztikusan drágult a parkolás. Helyenként több mint a háromszorosára, vagyis 175 forint helyett 600 forintot kell fizetni egy óra várakozásért. Most lepődtem meg pont a parkolási díjakon, igen, hogy 600 forint lett egy óra. Azért ez elég durva, én sem számítottam erre, hogy ez ilyen sok lesz. Teljesen átalakult a fővárosi parkolási rendszer. 27 helyett 4 parkolási zónát alakítottak ki. A táblákat már mindenhova ki is helyezték. Az A zónában egységesen 600 forintba kerül egy óra parkolás, és este 10-ig kell fizetni. A B zónában 450 forintot kell fizetni, reggel 8 és este 8 között. A C zónában 300 forint, a D-ben pedig 200 forint lesz a parkolási díj óránként. Drága, nagyon drága. Határozottan nem örülök, hát ez azért megfizethetetlen. De nem csak az áremelkedés fájhat az autósoknak, sok helyen ugyanis a fizetős időszak végét este 8-ról este 10 órára tolták ki. Emellett pedig a D-zóna kivételével időkorlátozást is bevezettek, vagyis hétfőtől egyhuzamban csak 3 órát lehet parkolni az A, a B és a C zónában. Több helyen pedig a helyi lakosok kivételével egyáltalán nem állhat meg senki este 6 és reggel 7 óra között. Ez szinte a teljes belvárost érinti. Borzasztó nehéz időszak következik. Karácsony Gergely azzal indokolta a parkolási díjak emelését és a zónák bővítését, hogy a fővárosnak óriási kiadásai keletkeztek, amit valamiből elő kell teremteni. Mint vállalkozó nagyon örülünk neki, hiszen megyünk a városban és egész nap parkolnunk kell, szóval siralmas a helyzet. A parkolási díjak emelése rendkívül nehéz helyzetbe hozza a vendéglátóhelyeket és azokat a szakembereket is, akik a fővárosban vállalnak munkát. Durva, tarthatatlan. Én nem itt lakom ugyan, csak dolgozunk. El fogják azt érni, hogy majd nem fognak a vállalkozók ilyen helyen munkát vállalni. Alkotmány ellenes a parkolási díjak emelése. Ezt a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke mondta az M1-nek. Kovács Kázmér szerint nem készültek hatástanulmányok, vagyis a parkolási díjszabás változtatása a fővárosi önkormányzat részéről pénzbeszedésnek minősül. Kellene, hogy legyenek hatástanulmányok, amelyek azt igazolják, hogyha nem emelkedett volna a parkolási díjak összege olyan mértékben, mint ahogy most emelkedett, akkor nem lehetett volna a parkolás rendjét rendben szabályozni. Hogyha ilyen hivatkozási alap nincs, akkor ez egy pénzbevételi forrásként kezelt tényező, ami viszont nem egyezik az alkotmányban írt, az Alkotmánybíróság által elfogadott célokkal. A parkolási bírság összege is emelkedett Budapesten. Lipótvárosban például a pótdíj mértéke 10.200 forint 15 napon belül, azon túl pedig 30.600 forintra módosult.
Elkezdődött a 2016-os nizzai gázolásos terrortámadás vádlottjainak pere a párizsi különleges esküdszéken. A merényletben 86-an vesztették életüket, és több mint 450-en megsérültek. A három fővádlottat azzal gyanúsítják, hogy tudtak a merénylő iszlamista radikalizálódásáról. A pernek 865 felperese van, túlélők, az áldozatok hozzátartozói, valamint sebesültek és szemtanúk. Az eljárás várhatóan 3,5 hónapig tart majd. Állig felfegyverzett rendőrök sorakoztak fel a párizsi igazságügyi palota előtt hétfő reggel. Bent a terrorcselekmények ügyében eljáró különleges bíróságon megkezdődött a 86 áldozatot követelő nizzai terrortámadás pere. A három vádlottat rendőri felvezetéssel rabszállító kocsiban szállították a tárgyalás helyszínére. Összesen 8-an, 7 férfi és egy nő áll az esküdtszék elé, akiket azzal vádolnak, hogy kapcsolatban álltak a 6 évvel ezelőtti merénylet elkövetőivel. A több mint 800 felperes közül több mint 205-en jelentkeztek tanúvallomásra. Elsőként őket hallgatják meg. Ki tudja miért, abban az évben előbbre hozták a monakói atlétikai bajnokságot, így a tűzijáték napján érkeztünk meg Nizzába. Azt mondtuk, ha már itt vagyunk, nézzük meg. Elmentünk, azután mindennek vége lett, mesélte egy asszony, aki a férjét vesztette el a támadásban. 2016. július 14-én este rengetegen nézték a nemzeti ünnepet lezáró tűzijátékot a nizzai tengerparton, amikor egy tunéziai származású 31 éves férfi bérelt teherautóval a tömegbe hajtott. Cikk-cakkban haladva megpróbált minél több embert halálra gázolni. Az áldozatok között 15 gyerek és mintegy 30 külföldi állampolgár is volt, több mint 400-an megsérültek. A merénylőt a rendőrség még a helyszínen a kamionban lelőtte. A támadást az Iszlám Állam dzsihadista szervezet vállalta magára. A nyomozás ugyanakkor megállapította, hogy az elkövető nem állt kapcsolatban a terrorcsoporttal. Arra nem találtak bizonyítékot, hogy a 8 vádlott közül bárki közvetlenül részt vett volna az ámokfutásban. Ám a 3 fővádlott, akik valamennyien tunéziai származású francia állampolgárok, a hatóságok szerint tudott a merénylő iszlamista radikalizálódásáról, és segítettek az elkövetőnek a fegyverek beszerzésében. 5 további személyt pedig azért vontak büntetőeljárás alá, mert a nyomozók szerint tőlük vette a támadásnál megtalált fegyvereket az egyik fővádlott. Egy 8. vádlott ellen elfogató parancs van érvényben. Be kell érnünk a vádlottakkal, de meg kell értenünk, hogy miért segítettek a terrortámadásban. A kimondott ítéleteknek pedig elrettentő hatásoknak kell lenniük. Mindenki tisztában van azzal, hogy egy újabb terrortámadás veszélye fenyeget. Ezt a francia hírszerző ügynökségek is alátámasztják, fogalmazott a családok jogi képviselője. A tárgyalást Párizsban tartják, ám azok a felperesek, akik nem tudnak elutazni oda, a pert élőben követhetik egy nizzai kongresszusi központban. A tárgyalás sorozatot rögzítik, de a felvételeket 50 évre titkosítják. Ítélet hirdetés december közepén várható. Várhatóan még ebben a hónapban megkezdik szolgálatukat a rendőrség új határvadász egységei. Eddig 1500-an jelentkeztek szerződéses határvadásznak, közülük 500-an már készülnek is az első bevetésre. Az illegális migránsok feltartóztatása, valamint a határsértők elfogása lesz a feladatuk. Ezzel tehermentesítik a rendőröket és a katonákat. Töltöttál a fegyverbe, fegyver eltéve. Már a lőkiképzésnél tartanak a határvadász jelöltek orosházán, a Békés megyei rendőrfőkapitányság és a készenléti rendőrség közös gyakorló terén. A hallgatók a lövészet mellett önvédelmi fogásokat, intézkedéstaktikát, rendészeti és jogi ismereteket, valamint első segélynyújtást is tanulnak. Szerintem 4 hét alatt meg lehet tanulni. De viszont ez biztos, hogy a tapasztalatok, meg minden egyéb más, amit kapunk, ezzel ugyanúgy fejlődünk. Szóval szerintem mindenképpen ez egy 4 hét tanulás, de ezt meg lehet csinálni. A borda törik, nem ijedünk meg, jó? A határvadászok alapfeladata az illegális migránsok feltartóztatása, a határsértők elfogása lesz. Az új egység tehermentesíti a rendőrséget és a honvédséget, mert a hivatásosak visszatérhetnek eredeti szolgálati helyükre.
speciális képzettségüknek köszönhetően pedig erősítik az illegális migrációval leginkább sújtott határmenti területek biztonságát. A mai napon a lövészet és intézkedés taktika mellett van egy úgynevezett poliszmedik képzés is, hiszen bármilyen helyzet kialakulhat akkor, amikor ők a szolgálatukat teljesítik, az is lehet, hogy elsősegélyt kell nyújtsanak bárkinek, egy sérültnek, egy rosszul lett embernek, és ilyenkor is nagyon fontos, hogy meglegyen az az elméleti tudás és az a szakmai tapasztalat, amivel meg tudják ezt tenni. A készenléti rendőrség határvadász igazgatósága 5 megyében működtett területi egységeket. Bács-Kiskun megyében 14, Csongrádban 6, Hajdú-Bihar, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig egy-egy század teljesít majd szolgálatot. Már több mint 1500-an jelentkeztek szerződéses határvadásznak a készenléti rendőrség állományába, és közülük több mint 500-an megfeleltek az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton, nekik folyamatos a kiképzésük. Az első sikeresen vizsgát tett képzési csoport várhatóan még szeptemberben megkezdheti szolgálatát. A rendőrség továbbra is várja a leendő határvadászokat. Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban toborzó irodák működnek, de bármelyik megyei rendőrfőkapitányságon lehet jelentkezni. A jelölteknek egy 160 órás képzésen kell részt venniük. A határvadászok pótlékokkal együtt akár a bruttó 400 ezer forintot is megkereshetik. Idén már 162 ezer határsértőt tartóztattak fel, 100 ezerrel többet, mint tavaly ilyenkor. Emellett kétszer annyi embercsempészt fogtak el, mint 2021-ben. A kormány szerint ez is azt mutatja, hogy jelentős nyomás alatt áll a déli határ. Bakondi György az M1-en arról beszélt, hogy a nagy csoportokban érkező migránsok egyre szervezettebbek és egyre erőszakosabbak. Nem változott, hogy csoportonosan érkeznek, 20-as éveiben járó fiatal férfiak zömmel az érkezők, és nem riadnak vissza az erőszak alkalmazásától sem egymással szemben, sem pedig a határ létesítmények vagy a határtőrző erőkkel szembeni fellépés során. Az elmúlt évek legsúlyosabb vihara sújtja Dél-Koreát, már több mint 3000 embert kellett kimenekíteni, otthonok tízezreiben szünetel az áramellátás. A tájfun helyenként 155 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel söpört végig a távol-keleti országon. Hamarosan eléri Észak-Koreát. 150 kilométeres óránkénti sebességű széllökésekkel csapott le a Hinnamnor tájfun Dél-Koreára. Miután feldúlt a Japánt, a trópusi ciklon a félsziget déli partvidékén tombolta ki magát, utakat rombolt le és otthonokat tett lakhatatlanná. Egy idős, a 70-es éveiben járó nő életét vesztette, amikor az ár magával ragadta. Legkevesebb két ember eltűnt, köztük egy 25 éves férfi, aki egy megáradt folyóba zuhant. 3400 embert evakuáltak otthonukból, akik közül kedd reggelig csupán 500-an térhettek haza, a többiek rokonoknál vagy átmeneti szálláson húzzák meg magukat. Kigyulladt és óriási lángokkal égett Korea és a világ egyik legnagyobb acélgyára, a POSCO. Meghökkentő látványt nyújtott, ahogy a heves eső és vihar kellős közepén füstfelhő borult a város fölé. A Hyundai autógyárnak is otthont adó ipari központ Ulsan központjában egy irodaház homlokzata zuhant az utcára. A vihar az elektromos hálózatot is megrongálta, 66 ezer háztartásban szűnt meg az áramellátás. Keddig kevesebb, mint a felében, mintegy 30 ezer otthonban sikerült helyreállítani a szolgáltatást. Néhány óra alatt több mint egy méter csapadék hullott, ez a teljes szeptemberi átlagcsapadék mintegy kétharmada. A Téhvá folyó kilépett medréből, teljes városnegyedeket nyelt el a víz. A mentési munkában a hadsereg is részt vesz, tankokkal szelik át az elárasztott utakat és viszik biztonságba a bajba került embereket. Összesen 500 egyenruhás, mentősök és tűzoltók vesznek részt a munkálatokban. 600 iskolát kellett bezárni, több tanintézményt óvóhelyé alakítottak át. 250 repülő és 70 hajójáratot töröltek.
Kim Jong-un észak-koreai vezető elnöklete alatt ült össze a katasztrófa megelőzési kongresszus Pennyánban. A nagy szabású tanácskozást az állami televízió közvetítette. A kommunista rezsim feje elrendelte az összes anyagi erő mozgósítását a viharkárok megelőzése érdekében. A tájfun ugyanis hamarosan eléri Észak-Koreát. 65-re emelkedett a kínai földrengés halálos áldozatainak száma, csaknem 250 sérültet ápolnak kórházakban, több tucatnyian válságos állapotban vannak. Több mint 200 épület dőlt össze, legkevesebb 200-an rekedhettek a romok alatt. Hintáztak a csillárok, remegtek az épületek hétfőn Kína délnyugati részén. A 6,8-es erősségű földrengés Szecsuán tartomány Luding megyéjének hegyvidéki területét rázta meg, amely a tibeti fennsík peremén elhelyezkedő tektonikus lemezek találkozásánál fekszik. A rengés következtében a hegyoldalakról kövek és földarabok hullottak le, ami károkat okozott a lakóépületekben és több városban áramkimaradásokkal is járt a heves földmozgás. A 200 kilométerrel messzebb lévő tartomány székhelyén Csengtuban is remegtek az épületek. A metropolisz 21 millió lakosának többsége a koronavírus járvány újabb hulláma miatt azonban nem hagyhatja el a lakhelyét a szigorú járvány ellenes intézkedések értelmében. A hétfői katasztrófa és a koronavírus járvány miatti zárlat előtt még hőhullám és szárazság is sújtotta a térséget. A hatóságok 4 menedék helyett összesen 128 sátrat állítottak fel több mint 50 ezer ember számára, akiket a földrengés miatt veszélyessé vált otthonaikból költöztettek ki. Az egészségügyi személyzet pedig ellenőrzi a sérültek állapotát, és alapvető ellátást biztosít a könnyebben sérült lakóknak. Az elmúlt évek leghalálosabb földrengése Kínában a 2008-as 7,9-es erősségű rengés volt, ami csaknem 90 ezer ember halálát okozta Szecsuánban. Akkor városok, iskolák és teljes vidéki közösségek pusztultak el, és évekig tartott, amíg újjáépítették az épületek többségét.